Szép napot kívánok a tisztelt nézőinknek! Magazin műsorunk első részében az aktuális járványügyi helyzetről számolunk be a Komáromi Kórházban, valamint arról is, hogy kik kaphatják meg a koronavírus ellen kifejlesztett új gyógyszert. Híradásunk további részében foglalkozunk a régiónkat sújtó és egyre nagyobb gondot jelentő teherforgalommal, valamint azzal is, hogy a Konvak vízgazdálkodási vállalat arra kéri a polgárokat, hogy elsősorban elektronikusan vagy telefonon keressék a vállalat ügyfélszolgálatát. A pandémiás helyzetet Komáromban kiemelt figyelemmel kísérjük. A szakértők abban még mindig egyetértenek, hogy a COVID-19 ellen csak az oltás és az előírások betartása a hatásos. A szituáció v Komárne je pomerne stabilizovaná. A komáromi helyzet aránylag stabilnak mondható, ami megmutatkozik abban is, hogy a komáromi járás az egyike annak a kettőnek, mely eddig kitartott a narancssárga zónában. Meggyőződésem, hogy ez a kiemelkedő átoltottsági mutatóknak is köszönhető. Továbbá azt érzékeljük, hogy az emberek az elmúlt időszakban valóban nem szerveztek nagy családi összejöveteleket. Most, amikor az interjú készül, november 9-e van, és elmondható, hogy tegnaptól elképesztően nagy az érdeklődés a harmadik oltás iránt. Ez gyakorlati síkon annyit jelent, hogy tegnap, azaz november 8-án hétfőn 500 oltást tudtunk beadni, és ma most ugye nagyjából ebédidő van, de már eddig beoltottunk 300 embert. Okolo obeda už máme odvakcinovaných 300 ľudí, pričom vakcinujeme aj Janssenom, čo je jednodávková vakcína. A dnes sme Janssena podali asi 110 dávok. Janssen oltóanyaggal is oltunk, ez a vakcina egyadagos. Ezzel ma beoltottunk 110 igénylőt. Egyetlen napig sem volt zárva eddig az oltóközpontunk. Az emberek folyamatosan jönnek. Látják, hogy annak köszönhetően, ami velük itt a kórházban megtörténik, egy esetleges COVID-19 fertőzést oltottként jóval könnyebb lefolyással vészelnek át, és az emberek egymás közt terjesztik az oltás jó hírét. Úgy látom, a legjelentősebb ok arra, hogy mindenki beoltassa magát az, hogy az oltott emberek, ha meg is kapják a COVID-ot, az ő esetükben enyhe tünetekkel jár a betegség lefolyása. Én is szeretnék ahhoz a felhíváshoz csatlakozni, melyet Lengvarszky miniszter tett közzé a napokban. Oldalán dr. Szabak elismert szakértővel. Azzal a kijelentésükkel, mely szerint a COVID ellen folytatott küzdelemben a lehető legészszerűbb eszköz ma a védőoltás felvétele, a belgyógyászattal foglalkozó orvosaink is azonosulnak velem együtt. Tejto výzve sa pripojili aj naši lekári internistických disciplín a plne sa s tým stotožňujem, že proste dnes nie je nič iné a rozumnejšie vymyslené na porazenie covidu, ako je vakcinácia. A legtöbb coviddal sújtott beteg az otthonában gyógyulhat, de vannak olyanok is, akiknél súlyosabbak a tünetek. Ők kórházi kezelésre és lélegeztetőgépre szorulnak. Takého ťažšieho prebehu na UPV. Lélegeztetőgépen jelenleg csak az igazán súlyos COVID betegek vannak, és mindnyájan oltatlanok. Összehasonlítva más régiókkal, arányaiban nálunk kevesebb az aktív oxigénnel felszerelt ágy. Ezeknek az ágyaknak a 20%-án lábadozik oltott beteg, de a 80%-a oltatlan. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy az oltott pácienseink közül egyet sem kellett lélegeztetőgépre tenni eddig. Újra szeretném leszögezni, hogy az oltás felvétele fontos. Azoknak, akik megfertőződnek a COVID-19 vírussal, az oltáson kívül is van reményük a könnyebb lefolyásra. Új gyógyszert vetettek be a kór ellen Komáromban is. Tento nový liek patrí do skupiny monoklonálnych protiváltok. Ez az új gyógyszer a monoklonális antitestek csoportjába tartozik, a Kazirivimab és az Indevimab nevű hatóanyagok alkotják. Jelenleg a Komáromi Kórházi Gyógyszertárban van belőle. 96 dobozzal kaptunk, mert mi vagyunk az egyike azon központoknak, amelyek jogosultak ilyen ellenanyagokkal dolgozni. A monoklonális antitestek olyan fehérjék, amelyek a vírus részecskékhez kötődnek, és megakadályozzák a vírus bejutását a sejtekbe. A segítségükkel a betegség nem olyan kockázatos a betegnél. Az új COVID-19 ellen bevetett gyógyszert azok a páciensek kaphatják meg, akik rizikós csoportba tartoznak. Tento liek je určený pre rizikových pacientov,
Ez a gyógyszer kifejezetten a rizikós páciensek kezelése során bevetett, tehát a 65 éven felüli korcsoportban. Rizikófaktornak minősül még a jelentős túlsúly, a gyenge immunrendszer, a máj krónikus megbetegedése, a vese krónikus betegsége, a magas vérnyomás, az 1-es és 2-es típusú cukorbaj, esetlegesen az asztma. Lényegében minden krónikus betegséggel küzdő páciens ide sorolódik. Minden Covid-dal sújtott betegnek az első állomás a gyógyulás felé vezető úton a körzeti orvos. Az egészségügyi állapotot az orvos méri fel, tehát ha a páciens PCR alapú pozitív teszteredmény birtokában van, és a rizikós páciensek csoportjába tartozik, a körzeti orvosa dönt arról, hogy a beteg kap-e monoklonális ellenanyagokat vagy sem. Ha a beteg megkapja a tesztje eredményét, és az COVID-pozitivitást mutat ki, az egészségügyi információs központból kellene kapnia egy SMS-t, amely tájékoztatja arról, hogy jogosult-e az új gyógyszer igénylésére a lábadozása során. Ahogy azt már említettem, kapcsolatba kell lépni a körzeti orvossal, aki látleletet készít a páciens egészségügyi állapotát illetően, majd orvosi rendelvényt ír, mely birtokában a beteg a kórházba érkezik. Az új gyógyszert a belgyógyászati eljárások pavilonjában adjuk be, ahol erre a célra speciális rendelőhelyiséget alakítottunk ki. Az új gyógyászati anyagot az érbe fecskendezve juttatjuk be a szervezetbe, ez mintegy 20-30 percet vesz igénybe, majd a beteg megfigyelésre a kórházban marad még. Figyeljük, hogy nem reagál-e a szervezete érzékenyen a hatóanyagra. Végezetül, ha nincs semmi gond, a beteg az otthonában gyógyulhat. Tehát akkor még egyszer, ha beigazolódik az új típusú koronavírus jelenléte a szervezetünkben, jelezzük ezt a körzeti orvosunknak. Az orvos felméri az egészségügyi állapotunkat, és ha a rizikós csoportba esünk a látlelete alapján, orvosi rendelvényt ír, mely alapján jogosultá válunk az antitestes új gyógyszer felvételére a kórházban. Miután megérkezünk a kórházba, infúziós formában megkapjuk a gyógyszert. A folyamat maga legfeljebb fél órát vesz igénybe, majd ezt egy órás megfigyelési szakasz követi. Ha minden rendben, már indulhatunk is haza gyógyulni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy még mindig az oltás az első lépés, hogy a Covid-on a lehető legkíméletesebb lefolyással essünk át. Óriási sorok kígyóznak, és már nem csak csúcsidőben. Ezek a képek a Nagymegyer irányából Őrsújfalun át zúduló forgalmat szemléltetik, de ugyanilyen felvételeket bármikor mutathatnánk Komárom viszonylatában Gadóc, Gyulamajor irányából is. A Monostori híd megnyitásától elsődlegesen gazdasági fellendülést remélt a térségünk, de Komáromban már évek óta az is közszájon forgott, hogy a megnövekedett teherforgalom borítékolhatóan gondokat fog okozni. Ez kétségtelenül be is következett, az elkerülő út fontosságát nem vitatja senki, viszont érdemi politikai lépés még mindig nem történt annak érdekében, hogy a megépítése egy elfogadható és szakértőileg alátámasztott nyomvonalon elérhető időtávlatba kerüljön. Maradt tehát a bosszankodás és a nagyobb eséllyel előforduló koccanások és balesetek sorozata, ha gyorsan nem történik valami. Összefogtak a régió polgármesterei, egy petíció aláírására buzdítanak mindenkit, akit ez a helyzet nyomaszt. A petícióban megfogalmazzuk azt, hogy kérjük a kormányt, hogy sokkal több pénzt költsön az útfejlesztésekre, hiszen a mostani pénzcsomaggal nem is valós, hogy nálunk megvalósulnak fejlesztések. Másrészt a minisztériumtól követeljük az igazságosság elvét, a pénzek elosztásakor jól látható legyen, hogy minden járásba arányos mértékben jutnak a pénzek. Andrej Dolezsál közlekedésügyi miniszter november 23-án fogadja Komárom polgármestere mellett Érsekújvár, Dunaszerdahely, Naszvad és Gúta első emberét. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatót a gútai körforgalomnál tartották. A forgalom miatt az idilli kisvárosi hangulatnak itt is lőttek.
A forgalom szinte azóta 200%-kal megnövekedett, és sajnos az emberek életkörülményére, gútáéra, ahol ugyancsak néhány útszakaszon közel van a lakások, az ablakok, a por, a hang, a vibráció, és maga a városon átvezető közlekedés biztonságáról beszélek. Gútán nagyon sok a kerékpáros, a iskoláink az állami út mellett vannak. Kérjük, vagy inkább felszólítsuk a minisztériumot, hogy segítsen ennek a már-már tarthatatlan helyzetnek a megoldásában. Dunaszerdahelyen is gondot okoz a Vámosszabadi és a Komárom irányából zúduló forgalom. Közel a gyorsforgalmi R7-es már megépített szakasza. Ezt folytatni kellene mi hamarabb, mondja Hályos Zoltán polgármester. A déli és az északi vonalon a Dunaszerdai járást illetően, tehát Vámosszabadítól Galánta irányában pedig nincsen megoldva még első osztályú út se, hanem csak másod és harmadosztályú utak vannak. Ebből a szempontból mindenképpen fontos, hogy ez történjen változás, és megyei képviselőként pedig aláhúzom azt, hogy megye rengeteg pénzt áldoz arra, hogy a kamionok által tönkretett megyei utaknak a karbantartására jelentős pénzösszegeket fordít, holott a nemzetközi forgalomnak első és első osztályú utakon, illetve autópályákon kell, hogy folyjon, és ez pedig kimondottan a kormányzat és a központi költségvetésnek a feladata. Érsekújvár a reggeli és a délutáni csúcsban teljesen bedugul, de kisebb-nagyobb fennakadásoktól már egy napszak sem mentes. Nem csak a reggeli órákban, mind az elején volt, most már egész napi szinten nagy a tumultus, a forgalom tényleg sok percen, a 10, 20, 30, fél órákon, egy órákon át zsúfolódik. Így mondható, hogy átjárhatatlan a város. Az ország legfiatalabb városa, a Naszvad lakosai is okkal panaszkodnak, a főleg lengyel tehergépkocsi sofőrök közül sokan erre rövidítenek. Sok teherautó, sok kamion, tehát rövidíti az utat, legyen az Érsekújvár felé, tehát Ógyalla előtt, a rövidített szakaszon jönnek Naszvad felé. Tudjuk, hogy ha célirányos forgalomról volna szó, akkor bejöhetnek ezek a kamionok a város területére, de különben nem. Nagyon nehéz ezt ellenőrizni, többször kifogásoltuk a járási közlekedési hivatalba. Sajnos mindig azt a választ kaptuk, hogy nincsen kapacitásuk arra, hogy többször tehát kontrolláljak, többször figyeljék ezt az útszakaszt, esetleg büntessék az arra letérő kamionokat. Nemrég halálos kimenetelű tömegbaleset borzolta a jelenséggel szemben tanúsított indulatokat. Gúta és negyed között egy túlterhelt lengyel kamionsofőr 4 ember életet oltott ki. A polgármesteri és a lakossági összefogás a helyzet megoldására vonatkozó petícióban tehát igen fontos és nem tűrhalasztást. Azt gondolni egyelőre illúzió, hogy elérhető időtávlatban megépül egy új gyorsforgalmi út, de tűzoltás címszaván forgalomkorlátozó intézkedések megvalósulhatnának első lépésben, ha van erre politikai akarat. A 21. Nemzetközi Fotószalon verseny képeiből nyílt kiállítás a Csemadok galériában, amelyen a felvidéki és észak-magyarországi fotográfusok versenymunkáiból készült válogatást tekinthetnek meg. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége által évente megrendezésre kerülő versenyen kiválóan szerepeltek a régiónkban alkotó fotósok is. Városunkat Prezmecki Péter képviseli a tárlaton. A képkiállítás megnyitóján Stubendek László, a Csemadok Komáromi alapszervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A fotóversenyt, a kiállított műveket Nagy Tivadar, a szövetség alelnöke mutatta be, aki elmondta, hogy a versenyre 1441 művet neveztek a világban élő magyar fényképészek. A galériába betérő műkedvelő 44 képet nézhet meg november 16-áig. A Sey János Egyetem Tudomány és Technika elnevezésű rendezvény sorozatának keretében nyílt meg a Jókai Egyesület történetét bemutató kiállítás az intézmény tanárképző karának egyik előadó termében. Ahogyan a tárlatnyitón is elhangzott, a most megnyitott kiállítás elsősorban az egyetemi hallgatóknak, az eljövendő magyar és történelem szakos pedagógusoknak kívánja bemutatni városunk egyik legrégebbi, legismertebb kulturális és közéleti szervezetének történetét
munkásságát. A szervezők elmondták, céljuk az is, hogy az egyetem és az egyesület között most elkezdődött együttműködés a jövőben tovább folytatódjon. Reményüket fejezték ki abban is, hogy a jelenlegi egyetemisták között lesznek majd olyanok, akik tanulmányok befejezése után kulturális és közéleti egyesületeket alapítanak, hiszen az értelmiségi lét velejárója a közösségi javakhoz, értékekhez való hozzájárulás. Hittel és lélekkel az úton címmel nyílt meg Aja Gyarmati Mária kiállítása a Szent András Bazilika oratóriumában. A dél-komáromi származású és több évtizeden át Németországban élő és alkotó autodidakta festő mostani kiállításán elsősorban a szakrális jellegű alkotásai kerültek bemutatásra. Ahogy a tárlatnyitón is elhangzott, festményei egyszerűek, a laikusok számára is könnyen érthetőek. Témáikat tekintve elsősorban egyházi jellegűek, de mégis a nem hívő emberekhez is szólnak, egyszerű, szeretettel átítatott és érthető nyelven. A kiállítás az előzetes időpont egyeztetés követően a jövő év februárjáig tekinthető meg. Bennünket is érintett a pandémiás helyzet. Szlovákiában a szituáció most súlyos. November 8-án kénytelenek voltunk bezárni a nyilvánosság előtt az adminisztrációs főépületünket. A komáromi víz- és csatornázási művekben zajló ügyintézési folyamatokat tehát elsődlegesen elektronikus vagy telefonos formában javasolják kezdeményezni, de halaszthatatlan személyes jelenlétet igénylő ügyekben látogatható a központi épület. Jó néhány alkalmazott betegállományban vagy karanténban van, de a menedzsment gondoskodott a zavartalan működésről. A szennyvíztisztító állomáson az Erzsébet szigeten működő kutaknál ügyeletet tartunk fent. Ami annyit jelent, hogy ezekre a munkavégzési területekre csak olyan ember léphet be, akinek erre jogosultsága van, egészségügyi igazolványa és a konvak alkalmazottja. A konvak működése nincs veszélyben. Az ivóvízellátás biztosított és zavartalan. Ősszel is tisztítják az esővíz elvezető csatornákat, a nyílások száma a városban a 2500-at is meghaladja. Az év folyamán igyekeznek a lehető legtöbb ilyen bemeneti pontot megtisztítani, de ahhoz, hogy mindenhol legalább egyszer az évben elvégezzék a szükséges folyamatot, két alkalmazottnak egész évben kizárólag ezzel kellene foglalkoznia. Jelenleg a legtöbb gondot a lehulló fallevelek okozzák, amelyeket fokozatosan távolítunk el a bemeneti nyílásokból. Továbbá vannak olyan területek, amelyeken sokkal akútabb gondot okoznak a behordódó fallevelek. Ezeken a pontokon sokkal rendszeresebb tisztítást alkalmazunk. Évente kétszer vagy háromszor is elvégezzük a munkálatokat. Kénytelenek vagyunk a lakossági bejelentésekre is hagyatkozni. Amint ez nálunk céltér, a lehető leghamarabb igyekszünk kiérni a bejelentett helyszínre és eltávolítjuk a hordalékot. A múlt évben az volt érzékelhető, hogy kissé nőtt a komáromiak ivóvízigénye. A lakossági és az ipari felhasználói körben is nőtt az igény. Ezt a jelenséget azzal magyarázok, hogy a pandémiás élethelyzetekben sokat tartózkodnak az otthonaikban az emberek. Jobban betartják a tisztálkodási javaslatokat, tehát ezért valószínűleg több fogy a vízből. A felhasznált vízért a számlázás több részre osztható fel, és sokat segít nekünk az elektronikus számlázási lehetőség, a havi előlegdíjak befizetései módon. Ezért szeretném arra kérni a lakosságot, hogy inkább az elektronikus térítési formát alkalmazzák, mert az sokkal kényelmesebb, környezetkímélőbb és praktikusabb. A jövő évben szeretnénk létrehozni az ügyfélkapu szolgáltatásunkat, a kisfogyasztók leolvasási adatait, tehát a lakások és a házak fogyasztását, és a nagyfogyasztók adatait is az internetes hálózat segítségül hívásával szeretnénk begyűjteni. Mindez havonta 2 eurójába kerülne a magánszemélyeknek, és 5 eurós költséget emésztene fel a vállalkozóknál, így az ügyfelek azonnali áttekintést nyernének a számláikat illetően. Ahol majd beállítjuk a vízórát, ott egyúttal felszerelünk és beállítunk egy vezeték nélküli berendezést is, amelyre antennát szerelünk. Ez pedig minden szivárgást, meghibásodást azonnal érzékel, és jelez majd felénk a szolgáltató felé. Így felszámolhatóak a nehezen detektálható vízszivárgások is. Ezt az egészet önkéntes alapon üzemeljük be. Ez egy innovatív forma, egy pilóta projekt, amely a Klapka lakótelepen már kiépítésre került. Ott 4%-os a vízveszteségünk, és ezzel az intézkedéssel a veszteség
sebesség csökkentését is szeretnénk megcélozni. A jövőt illető tervei a társaságnak szerteágazóak, egyebek mellett tervezik kiépíteni a csatornahálózatot a Duna utcán és a Lútpiac téren, és a madzagosi kertészeti övezetben is csatornahálózatot építenének ki. Ugyancsak szeretnénk a nyilvános vízhálózatot tökéletesre fejleszteni Kabátfalu város részben is, ahol az utolsó mintegy 1400 méteres szakasz hiányzik. Ha ez sikerül, azt a szakaszt is teljesen kiépítjük, és a lakosoknak csatlakozási lehetőséget biztosíthatunk. Az Egressy Béni Városi Művelődési Központban várja az igényes népzenét kedvelőket az idén jubiláló 10. alkalommal megrendezett Fonográf Fesztivál. Minden évben szeretnénk olyan művészeket ide csalogatni a régiónkba, akiknek a anyanyelvük magyar népzene, vagy magyar néptánc, és ki maga irányába ízlésére formálja ezt a műfajt. És évről évre azt hiszem, hogy sikerült idehoznunk nagyon minőségi és nagyon magas szintű előadókat. Csemegézzenek a november 18-a és 21-e között megvalósuló programok között a www.fonográffesztivál.sk weboldalon. Én úgy gondolom, hogy a Fonográf Fesztivál a felvidéken legnagyobb ilyen szintű fesztivál, ami rendszeresen ezzel a műfajjal foglalkozik. És én csak örülök annak, hogy itt Komáromban minden évben meg tudjuk rendezni, és mindig több is több ember kíváncsi ezekre a programokra. Hát ugye pandémiás időszakot élünk, egyre több a beteg, de hát remélem, hogy ez nem fogja őket eltántorítani az embereket attól, hogy ide látogassanak. Betartunk mindent előírást, úgyhogy bátran jöjjenek. Muzsikál majd Csík János és a Kaláka, de itt lesz a Dűvő és a Tükrös is. Lesz családi kézműves délután. Écsi Gyöngyi Meseszínháza pedig a legapróbbakat mulattatja majd. Világszínvonalú produkcióval érkezik Balogh Kálmán cimbalom művész. A Kalotaszeg Folkband koncertjén pedig Berec András mesemondó mellett Kacsó Hanga Borbála népdal énekes a közreműködő. A gyerekeket nem csak családi délután és bábjáték várja, hanem koncert is. Énekre és táncra Pár Julcsi csábít majd. Jegyezzék fel, Fonográf Fesztivál november 18-a és 21-e között Komáromban. A komáromi röplabdások partnerségeket építenek. Az Interreg VA határon átnyúló együttműködési program keretében megvalósuló Mini Open for Kids torna a napokban kezdődik és 2022. június végéig tart. A pályázat a jelenlegi szlovák bajnok, a Komáromi Spartak SIE röplabdaklub védnöksége alatt zajlik, akinek játékosai első szlovákiai csapatként versenyeznek a tekintélyes bajnokok ligájában. Program je výnimočný svojou jedinečnosťou, pretože nikde na Slovensku neexistuje. Az egyediségének köszönhetően olyan különleges, hiszen Szlovákiában nincs még egy olyan pályázat, amelybe annyi alapiskola bekapcsolódna, mint a miénkbe. A Mini Open for Kids lényegében egy verseny, amely immár 3 éve fut a komáromi és a régióbeli alapiskolákban. Az elmúlt évek során 14 alapiskola csatlakozott a programhoz, jelenleg úgy tudjuk, hogy a versenyben idén 16-20 alapiskola vesz részt az egész térségből. A 2020-as világjárvány után a röplabdásoknak egy időre meg kellett szakítaniuk ezt a tevékenységet, ám most újult erővel folytatják a munkát, az érdeklődés pedig óriási. Évente körülbelül 100 gyermek vesz benne részt, 7-től 12 éves korig. Minden alapiskolában a mi okleveles profi edzőink foglalkoznak velük, úgyhogy teljesen biztosak lehetnek abban, hogy ezeket az edzéseket magas színvonalon vezetjük és szervezzük. A verseny hagyományos torna formájában valósul majd meg, minden iskolában kialakítjuk a csoportokat, onnan pedig a legjobbak tovább jutnak a döntőbe, amely 2022. június végén lesz. A Mini Open for Kids, azaz rövidítve MOK, program keretében természetesen showedzések is lesznek. Élsportolóink ellátogatnak az alapiskolákba, hogy megmutassák, mit tudnak, mit lehet tőlük megtanulni. Igyekszünk ilyen módon sportolásra, a mi esetünkben röplabdázásra ösztönözni a gyerekeket.
A cél az, hogy a világjárvány után újra többet mozogjanak a gyerekek, méghozzá kiváló szakemberek vezetése alatt. A maga nemében ez egy rendkívüli pályázat. Szlovákiában sehol máshol nincs ilyen program, amelynek keretében ilyen sok iskolát karolna fel egy röplabda csapat, amely nem csak országos, hanem európai viszonylatban is sikeres. A határon átnyúló pályázat keretében a fiatal sportolók magyarországi röplabdásokkal is találkoznak, és ne feledjük, versenyről van szó. A Mini Open for Kids 2021-2022-es röplabdatorna jelentős regionális sportesemény lesz. Tisztelt nézőink! Magazin műsorunk végén Korpás Éva közelmúltban megtartott jubileumi koncertjének hangulatát idézzük fel pár perc erejéig. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva is. A viszontlátásra! A Disney új musicalje. Lin-Manuel Miranda eredeti dalaival. Encanto. Aline, a szerelem hangja. Hamarosan a mozikban. Víte, jak chodíme po té chodbě, vždycky řeknu, jsou tu lidi a vy uděláte... A kde go? Ani se neptej, Roč. Ale až tam vejdu, tak ten kašel ustane. Někdy se ví, co Bůh chystá.
Babaváró Parti annak a musical komédiának a címe, amit a Bohém Társulat az Egressi Béni Városi Művelődési Központban ad elő november 27-én szombaton este 7 óraig kezdett el. Az előadással kapcsolatban minden szükséges információt megtalálnak a www.mskskomarno.sk internetes oldalon, ahol a jegyeiket is megválthatják. Könnyed kikapcsolódás Fésűs Nellivel a főszerepben, ha teheti, legyen részese ön is.